Folyamatosan érkeztek a Fit Nyíregyháza résztvevői a záró eseményre, ekkor tudhatták meg, hogy 3 hónap alatt mennyit változott egészségi állapotuk. Marta József egyébként is sportol, de amikor csak tehette, részt vett a tornákon. Jobban bírom, hajlékonyabb vagyok, és fittebb vagyok, úgy érzem. Nekem már hiányzik, tehát amikor már hétközben nem jövök, akkor már, tehát nincs torna, akkor már nekem alig várom, hogy jöhessek is ezt a torna. Nagyon jók voltak a tanárnők, kicsit néha nehéz volt ez a torna, de meg rájöttem, hogy hogyan kell csinálni, és úgy könnyebbé vált. A záró eseményen belgyógyász, sportorvos, reumatológus és dietetikus is tanácsokat adott. A személyre szabott értékelés után mindenki tudta, kihez fordulhat kérdéseivel. Maga a mérési adatok alapján azt lehet mondani, hogy akik eljöttek, azok tényleg az átlagostál ugye fittebben, jobban odafigyelnek az egészségükre. A 3 hónap alatt voltak kedvező tünetek, amelyek azt mondották, hogy a súlyuk csökkent, tehát tényleg odafigyeltek rá az emberek. De ami szerintem igazándiból nagy hozama lesz az, hogy ez egy figyelemfelkeltés is mindenkinek. Tehát nem csak akik eljöttek és fitten dolgoztak vagy mozogtak, hanem a családtagjaik részére, a közvetlen környezetre és az egész Nyíregyházának, hogy ezt a szolgáltatást igénybe lehet venni. A Fit Nyíregyháza és a Mozdulj Nyíregyháza is népszerű volt, hetente átlagosan 2000-en mozogtak. Volt, aki tornázott, zumbázott, vagy éppen az erdőben gyalogolt. Sokan a közösség miatt járnak a rendezvényekre. Keressük ugye a társaságot, keressük azokat a közösségi helyeket, azokat a közösségeket, ahol hozzánk hasonló emberekkel, hozzánk hasonló témában tudunk beszélgetni, találkozni. Hát ha másért nem, akkor valóban ezért nagyon fontos, hogy találjanak a városlakók olyan programokat, olyan helyszíneket, ahol közösségben tudnak lenni, és valóban, ha már tudatilag eljutnak oda, hogy már jobban érzem magam, mert a lelkemre hatott az, hogy közösségben vagyok, már megértem. A Mozdulj Nyíregyháza és ezzel a Fit Nyíregyháza is a tervek szerint szeptembertől folytatódik.